és akkor folytassuk a ma délutáni programot, a Szél Nemzeti Egyéni Bajnokság 2. fordulóját, illetve a Magyar Kupát. Ugye most fog eldőlni ki a Magyar Kupa győztes, mert hogy a Magyar Bajnoki cím már egy kicsit korábban eldől, hiszen az a két hölgy, aki most találkozni fog itt a döntőben, már biztos nagyon mutatja egymást, de mi még nem mondjuk az ő játékukat, és nagyon szeretjük nézni a döntőiket idén, ez a 6. közös döntőjük, és a női egyéni verseny döntőjének résztvevői Piász Veronika, Győri Tánckó, és a másik résztvevő pedig Cipó Vivien, Sportlászkó. A mérkőzés időt, a kis Viktória az 9 felelegítő nyílt, és elkezdjük a női egyéni verseny döntőjét. Cipó Vivien, a magyar válogatott két oszlopos tagja, Ihász Veronika a felnőtt válogatottal, míg Cipó Vivien ifjúsági válogatottként volt jelen a múlt héten a törökországi Antáliában megrendezett VDF világkupán, és hát Cipó Vivien Naima Erkittivel az oldalán egy egészen rendkívüli eredményt ért el, hiszen lány párosban egészen a bronzéremig sikerült eljutniuk. Úgyhogy ezúton is még egyszer gratulálunk Viviennek, illetve Veronikának is, aki a női csapattal ért el kimagasló eredményt, hiszen a magyar darts válogatott fennállása óta először sikerült VDF világkupán túlélni a lányoknak a csoportkört. Eljutottak a legjobb 16-ig, és ott végül az ír hölgyek parancsoltak meg itemjeinknek, de összességében azzal az eredménnyel is nagyon elégedettek lehetünk. És akkor kezdődik a döntő, ami egyben a Magyar Kupa, a 2015. évi Steel Magyar Kupa döntője is. És nem akármilyen kezdés Veronikától, rögtön egy 180, bravo! Ugye nincsen új a nap alatt, ugyanúgy, ahogy eddig. 7 nyert legig tart a mérkőzés. Meglátjuk, hogy borul-e az eddigi sorminta, hiszen ugye eddig Jász Veronika az összes fordulót megnyerte. Meglátjuk, hogy Vivien képes lesz ezúttal felülkerekedni egy vetélytársán. Vivien a százas kezdése után egy kicsit megtorpant, 41 és 45 jött utána. Ellenben Veronika nagyon jó tempót diktál, 12 nyíl után már 95 ponton várakozik. Ez jelen pillanatban 101,5-es körátlagot jelent, de hát még az első legben vagyunk, ez azért realitásokat tekintve fog majd egy kicsit lentebb menni. Nézzük, ilyen bullos megoldást választja, 70 pontra. 20, és a bull, hát elvileg nem kellene rádobni, de megpróbálta. Ebben az esetben, mivel Vivien még nincsen kiszállón, nem volt Veronika kiszálló kényszerben, de azért rápróbálkozott, hogy összejön egy 15 nyilas. És azért Vivien próbál egy kicsit presszionálni ezzel a 140-nel, már ő is kiszálló van. Viszont 3 nyilas. Vivien, 104. 3 dupla 18 lett volna a játék, de nagy szektorhiba volt Veronika részéről, és dupla 16 sem jött neki. Nézzük, Vivien mennyire tudja letornázni magát. Úgy látom, 43 a dobás, ezzel 104 pont marad. Na, a dupla 8. Az már megvan első nyíra. 19 nyilas játékkal indult tehát a mérkőzés. Sash!
nagyon szép nyitás Vivientől, 140, a második 140 már a mérkőzésen. Két rontott nyíl után a harmadik az már jó volt, szép volt a korrigálás. Ezt még mindenképpen el kell mondanom a múlt heti eseményekkel kapcsolatban, hogy a magyar lányok igazi sláger páros voltak, mindenki nagyon kíváncsi volt rájuk, nagyon nagy szeretettel fogadták őket. Rengetegen voltak kíváncsiak a mérkőzéseikre, drukkoltak nekik, gratuláltak. Vereség esetén vigasztalták őket. Azt kell mondjam, hogy sportdiplomáciai szempontból mindenképpen egy hatalmas érték az, amit Cipó Vivien, illetve Neumayer Kitti képvisel. De hát azok a lányok, akik 14 éves korukban ilyen szinten képesek játszani, azt hiszem, hogy nem meglepő, hogy a figyelem középpontjába kerülnek. Pici szektorhiba itt most becsúszott. És Veronika hátsó pályáról nagyon szépen aprít. És ezzel a százassal már lent is van kiszállón, 12 nyíl után. Úgyhogy nem ő kezdte a leget. Viviennek most egy kicsit iparkodnia kell. Jobban fel kellene emelni azokat a nyilakat. 45-ös a dobás. Kiszállónak kiszállón 136, de nem éppen a legegyszerűbb. Ez már nem lesz meg. 16 eddig a dobás, 88 pontja van Veronikának, 20-as vagy 16-os. A harmadik verzió, tripla 18, ezzel marad a 34 pont. A Vivien 136-ról már nem fog kiszállni. Nézzük, mennyire tudja lehozni magát. Egy százalsan 36 pont marad. És Veronika dupla 17-re, rá fog menni elsőre. Az nincsen meg, egyes és a dupla 8 a végére. Gyönyörű megoldás. 19 nyíl után egy 18 nyilas, és ezzel Veronika stabilan 80 fölötti körátlaggal bír két leg után. És Vivien is azért 71,83-mal állt, tehát azt kell mondjam, ezek nagyon erős átlagok. Viszonyításképpen mondanám, hogy az előző férfi elődöntőben Kovács Patrik és Nagy Csaba mérkőzésén Nagy Csaba 69-es átlaggal tudott nyerni, még Patrik 77-es átlagot dobott. Na most ehhez képest vannak 80, illetve 70 körüli átlagon a hölgyek. Hát ezzel a teljesítménnyel rengeteg úriembert is térdre tudnának kényszeríteni a tábla előtt. 77-es. Mindenképpen kellene egy tripla Viviennek, hogy egy pici lépéselőnybe kerüljön ebben a legben. Ott is van. Ugye az előbb elveszítette a kezdését. Iparkodnia kellene, hogy minél hamarabb vissza tudja venni. A különbség nem jelentős. Ez a szektor, két szektor hiba is, ez viszont nem éppen jókor jött. Meglátjuk, hogy Veronika helyre tudja billenteni a dolgok állását, tehát ez a 44-essel nem éppen. Úgyhogy még Vivinek mindig megvan az a helyzeti előnye, hogy a pálya hátrányból jobban fogyasztja a pontjait. Jön a biztatás az edzőtől, Zigenhán Medárd jelezte Viviennek, hogy minden rendben van. Egy százas dobással Veronika már 200 alatt. És Viviennél is jön a tripla. A második az átcsúszott az ötösbe, de egy 20-assal már kiszállóra lehet leérni. Ajjajajajaj, ez viszont így nem volt jó. A 175 az nem kiszálló. 83 a dobás Veronikától, ezzel 95 pontja maradt. És még ilyen nagyon jó jön a tripla 20 elsőre, másodikra is egy 15-össel 40 pontra maradhat. Nagyon szép a vége, így is van. Itt viszont már Veronika kiszálló kényszerben van,
Bullal próbálkozott a 13-as, 82-re, nem jön a tripla 14 sem, vagy 68-ra, tripla 20, az se jön, 48 a vége. Úgyhogy Vivien visszaverti elvesztett kezdését. Meg is csinálja, erről van szó. Cipó Vivien is feliratkozik, tehát az eredményjelző egy 19 nyilas leggel 2-1-re módosítja az állást. Mindenképpen kellene a jó kezdés, hogy így is van 85, és kellett ez a jó kezdés ahhoz, hogy értelme legyen annak, hogy visszavette az elvesztett kezdését. A Veronikától is jön a tripla. Nagyon szépen stabilan játszanak egyébként a hölgyek. Az átlagok is viszonylag közel vannak egymáshoz, 76-48 Veronikánál, 74-90 Viviennél. Az első 9 nyilakban van egy leheletnyi eltérés a Győri DC játékosa javára. 85? Egy újabb 85-ösre 316 pont marad. És jön a tripla 2 is, ott van, na lesz-e 180? Így egy kicsit alálment az utolsó. De így is már a harmadik 140-ét dobja Vivien a mérkőzése. 4 legalatt 340-et dobni. Elképesztő teljesítmény. És a válasz is jó. És jön a tripla továbbra is nagyon szépen. 85-ös, ezzel Vivien kiszálló van, 161. Szerint számításaim szerint a negyedik legmagasabb kiszálló a kiszálló táblázatban. Ezzel szemben Veronika a legmagasabb kiszállóra kerekített le, 170-re a Viviennek jön a tripla 20. Tripla 17 és a Bull. Oh! Nagyon szép kísérlet volt. Na nézzük, Veronika 170-re első tripla megvan, a második az fölötte. De a végén jön a Bull, 130-al 40 pontra marad Veronika, nagyon szép kerekítés. És nézzük Vivient, 9 és dupla 8 a játék, a 9-es megvan, és a dupla 8 az egyenlítésért. Ez kicsit mellé korrigálni kell. Ott volt. Marad a 8 pont, na nézzük Veronika 40 pontra, dupla 20. Dupla 10. Még mindig a dupla 10. És nincs meg. A Vivien dupla 4-jel egalizálhat. Ó, azt nagyon lejtette be is sokat. Szimpla 13-assal, Veronika pedig még mindig a dupla 10-zel szállhat ki. Még mindig van egy nyila. És az pedig belül van. Vivien továbbra is 8-ra. Gyerünk, kicsi lány, gyerünk. Legyen izgalom. Erről van szó. 2-2 az állás ezzel. És Veronika kezd, hogy mondhatjuk azt is, hogy helyreállt a világrendje, kölcsönösen brékelték egymást a lányok. 85-ös. És Veronika egy 85-ös partival kezdte meg az ötödik leget. Nagyon szép a váltás, 97-tel válaszol Vivien. Az átlagok még mindig nagyon szépen. 70 fölött, 74-es, 73-as átlag. És jön a tripla továbbra is Viviennél. 95 a dobás. Ki, hogy Vivien hátsó pályáról egy kisebb előnyt tud kialakítani. 70-es dobással 239 pont marad. Veronika levált 19-re. De nem jön a tripla. Harmadjára sem, 57 a dobás, ezzel 269 marad. Vivien pedig továbbra is aprítja azt a 20-as szektort, és jön a tripla. Nagyon szép. Váltás az nem sikerült, de 83-mal így is már kiszálló van.
és 139-el 130 pontja maradt Veronikának. Na nézzük, Vivien 156-ra már nem lesz meg, úgyhogy az a feladat, hogy minél alacsonyabb értékre lehozzuk. Kicsit ki kell állni. Olyannyira, hogy a kamera sem is csak a kezét látja most Viviennek. 45, Veronika 130. 130-ról már nem lesz meg a Veronikának a kiszállóval. Rontott első nyíl után, 90 pont marad. Nézzük, Vivien 111-re, tripla 20-an kell kezdeni. Szimpla lett, úgyhogy tripla 17. Jó, a 74 pont a maradék, úgyhogy tripla 14-re fog majd dobni, hogy 32 maradjon. Kész számolta magának. Szimpla lett, úgyhogy 60 a vége. Veronika tripla 20, dupla 15. Akkor még egy szimpla húzás kell, és a bull a végére. Hát abból most nem lett semmi. Póriasan mondjuk a történéseket. 38 pont a vége, Vivien pedig 60-ra. Már csak 20 pontja van. És nem jön a dupla tízes sem. Na nézzük, Veronika 38-ra. Harmadik nyíllal. Ez egy 24 nyilas parti volt. És a mérkőzés folyamán először az az érdekes helyzet állt elő, hogy Viviennek magasabb a körátlaga, mint Veronikának. De hát ez ugye csak érdekesség, hiszen a legfontosabb mutató, amit a képernyőn is látnak, az a legek, amiben jelenleg Veronikának van több, 3-2 a Győri DC regnáló magyar bajnokának. És Viviennél továbbra is nagyon szépen jönnek a triplák. Na lesz-e 180? 140! Negyedik 140, a 180 nem akar sikerülni. De ami késik, nem múlik. Egy kis kulisszatitokba beavatok közben a kedves nézőket, hogy Zigenhán medált edzőbácsi és Vivien között van egy megállapodás, hogy minden 180 az bizonyos mennyiségű ropogós magyar forintot ér. Ez minden verseny után elszámolnak egymással az anyagiakkal. Most ebben a legben már több mint 100 pont az előnye Viviennek, és még a kezdés is az övé. Úgyhogy ha ezt így tudja folytatni, akkor nagyon érik, hogy néhány percen belül 3-3-at fog mutatni az eredményjelző. Bár most két szektor hiba is becsúszott, de egy tripla 20 ott volt. Veronika most egy kicsit beleszondított ebbe a legbe. 43 volt az első kör. Nem igazán találja most a jobbik dobó formáját a Győri DC játékosa. Miközben Vivien 15 nyíl után már 121 ponton van, tehát kiszálló. A váltás sem jó. 46. Vivien 121. Hát ezzel most egy picit ront is Veronika a körátlagán. Közben Viviennek a tripla 20 jön. 11-es szeretett volna, az 14-es lett, úgyhogy 47 pontja van, 15-össel 32-re maradhat. Ajjajjaj, ott is szektor hiba. Nagy tragédia azonban nincsen. És 121-esre sikerült egy kicsit lentebb jönni, de ez az úgynevezett bogey number, ahogy az angolok hívják. És ez most szerencsét is jelent Viviennek, aki besokolhat egy tripla 12-vel, de Veronika 166-ról nem fog tudni kiszállni. És a 30-as dobással még eléggé magas kiszállón tudta csak hagyni magát. Na nézzük, Vivien, kellene egy nagy szektor 5-ös. Az most megvan, és a dupla 16. Ez belül van, úgy látom, így van, 21 a dobás, 16 maradék. 136-ra Veronika nem fog már kiszállni ebben a körben.
Egy tripla 19 kellene, hogy dupla 20 maradjon, de szektort is hibázik, 42. Na nézzük, az a dupla 8, az a fránya, dupla 8, jön-e? Akkor a dupla 4. Nem jön. 4 pont marad, jön is az utasítás, hogy felejts el. Ez alatt azt kell érteni, hogy felejts el a hibát, és csak a következő körre koncentráljon. És majdnem sikerült Veronikának meglepnie. 32 pontja maradt győriek játékosának. És ez is a vége. A kicsit nehezebben is, de Vivien megoldotta végül a kiszállót. Ezzel 3-3 az állás. Az utóbbi időben hozzászokhatunk már, hogy a két hölgy ilyen kiegyensúlyozott szoros mérkőzéseket játszik egymás ellen. Százas kezdése, 28 pont a válasz. Veronika nagyon szépen aprítja a pontjait ebben a körben. 9 után már 261 pontja van. Ez egy eléggé megnyugtató előny. Főleg annak fényében, hogy Vivien 28-at 41-el tudott csak lentebb jönni. Minden bizonyban rövid időn. 4-3-at fog mutatni az eredményező Veronika javára. No, most sikerült stabilizálni a dobást, úgyhogy jött is egy százas. Vivien 85-tel 2-21-re tudott lejönni, ez még nem kiszálló. De ezzel, hogy Veronika csak 47-et dobott, Viviennek megnyílt a lehetőség, hogy befogja a riválisát. De az mindenképpen kellene legalább egy tripla. Így nem jön, kétszer annyi a pont, ráadásul a 180 az ugye tudjuk, hogy nem kiszálló. Veronikának jön a tripla 20. Szimpla 2-es, úgyhogy dupla 14 a vége. Az pedig egy szimpla 11-es, úgyhogy 17 pontja marad. A Vivien 140 kellene ahhoz, hogy kényelmes dupla húzás kiszálló legyünk. Egy tripla megvan, második megvan, a harmadikat kiemeljük. Így is van. Három és a dupla 7. Érdekes kombináció. Nem mondhatnám, hogy ez a megszokott variánsa ennek a kiszállónak, és nem is működik Veronikának, marad a 7 pontja. Vivien brékelhet és átveheti a mérkőzés folyamán először a vezetést. Az kicsit alatta van, dupla 10. Az pedig mellette. Nézzük, Veronika, 7 pont. Az pedig szektorhiba 17-esben landott, úgyhogy besokalt. Na nézzük, hogy Vivien dupla 10-et meg tudja oldani. Akkor a dupla 5-öt. Így is van! 4-3-ra vezet a Sport DC 14 éves kiválósága, és ő kezdi a 8. leget. Elvette Ihász Veronika kezdését a mérkőzés folyamán már második alkalommal. És ne felejtsük, hogy itt minden legnek óriási jelentősége van, különösen amikor már a mérkőzésnek ebben a stádiumában járunk, hiszen 7 nyert legig tart a találkozó. Egy jól időzített brékeléssel, egy jól időzített kiszállóval nagyon könnyen össze lehet roppantani az ellenfelet. De azért azt ne feltételezzük egy pillanatig se, hogy ez olyan könnyű mutatvány lesz Viviennek Ihászverre ellenében, hiszen
Győri DC bajnoka, rengeteg mérkőzést tud már a háta mögött, hatalmas csatákat, nagyon nagy rutinja van és egy hatalmas küzdő. Úgyhogy nem fogja olcsón adni a bőrét, az biztos. Az első két sikertelen kör után Vivien inkább levált, a 19-es ott jött is egy tripla. 79-es dobással le tudott jönni 383 pontra. 55-ös. És Veronika most hátsó pályája kisebb előnyre tett szert. A dobás. Ez most már mind a ketten 300 pont alatt. Ez a három pontnyi különbség az nem mondható soknak. Most a legnagyobb különbséget ez adja, hogy Veronika úgy vezeti ebben a partiban a pontállást, hogy ő van hátsó pályán. 60. És jön a tripla. Jön a második is. A harmadik az fölé ment, 140 a vége, marad a 95. Egy párszor már ezen a mérkőzésen, jól emlékszem, akkor kétszer már volt 95 pontja Veronikának. 28-210 maradt. 76, már csak 60, és egy 20-assal marad a 40, így is van. 55. Biztosan lesz még három nyila erre a dupla 20-ra Veronikának, függetlenül attól, hogy Vivien mit csinál ebben a körben. És nagyon szép 118-assal 92-re marad. És megvan első nyíra, egy újabb 19-as. Ez egy nagyon ördögi körátlag jelent meg Veronika neve mellett, 66,66. Még Cipó Viviennek 64,93. Kicsit visszaestek a hölgyek, de ez még így is egészen kimagasló teljesítmény a részükről. Nagyon jó, fordulatos, izgalmas mérkőzés, ami erre számítani lehetett, tényleg minden igényt kielégít. Hiba Veronika részéről. Nézzük, hogy Vivien ki tudja használni, de az mindenképpen kellenének a 20-asok, meg esetleg tripla is lehetne benne. 45. Nincsen, úgyhogy 45-öt dobott ő is. Egy szektorhiba, marad a 2-90. Egy pici előny Viviennél, Veronika eddig nem dobott még triplát ebben a körben, illetve most egy tripla 7-est, ha jól látom. De jobban örült volna inkább egy tripla 19-nek, 277 pontja marad. Nézzük Viviennt. Szektorhiba, szektorhiba után. Korrigálni sikerült, de tripla nem érkezik. Minimális az előny. Jön a tripla végre. És még egy egyből, kettő és 121-es, 156 pont marad. És Vivien is egyből megtalálja a jobbik dobó formáját. 100-as a válasz. Na, 156 a 160 ellenében. Nem örült ennek a szektorhibának, bár mondjuk meg tudom érteni. 28 mondta, 128 maradt 160-ra. Egy kényelmes százassal nagyon jó helyzetbe tudta volna hozni magát Vivien. De nála is bejött egy szektorhiba, marad a 115 pont. Az tripla 4-es, ha jól látom. Úgyhogy 128-ról már nem fog tudni kiszállni. 116-ja van, levált 19-re. Kellene a tripla ahhoz, hogy dupla 20 maradjon. És megint szektorhiba. Vivien 115. Nem lesz meg már a 115-ös kiszálló.
39-szel 76 volt. 94-re Bull, így van, 25 a dobása. 69-re kellett a 19, és most a vége a Bull. 25-ös az is. Nagyon szép kísérlet volt ebben a szituációban. Kiszállókényszerben volt Veronika, ezt kellett játszani. És Vivien szektort hibázik, úgyhogy 25 és Bull, a 25 megvan, és a piros a végére. Gyönyörű! Elképesztően nagy mentés volt ez Cipó Vivientől, ezzel újból vezet a mérkőzésen 5-4 arányban. Ismételten elvette Veronika kezdését. Hogy tanult kollégámat, Zigenhán Medárdot idézem, ez egy káprázatos játék volt az ő részéről, mármint Viviennek a részéről. 60-ra 60 a válasz. Csodálatos bullos befejezés. Kicsit felrázta az itt helyett foglalókat is. Ebből nagyobb lett az alapzaj. És nagyon szép százasak. 260 pontja marad Viviennek. Veronika ott szektoriba. És nem jön a tripla. 310 pontja marad. Nem jött jól, így meg pláne nem. De jön az edzői utasítás. Semmi gond. Ezt a két szót szeretjük sűrűn ismételgetni. És köszönöm, Veronika egy 81-es dobással átvette a vezetést a legendáról. Néhány kortyásványvíz, és akkor nézzük Vivient. Így van, a harmadik nyíra már kisjavította a technikai hibát. Egyből ott volt a triplában. 168. Kiszállónak nem kiszálló. Viszont Veronika sem tud lejönni kiszállóra, úgyhogy erről a 168-ról kényelmesen letelti magát egy vagy két nyílas kiszállóra. Tripla már megvan, kellene még egy. Bravo! 140, a hatodik 140 a Viviennek a mérkőzésen. Egészen elképesztő formát mutat a sportdíci ifjú tehetsége. Veronika 57-tel tud válaszolni, nézzük, dupla 14 a játék. Már csak a dupla 7-es. És megvan! 6-4 az állás Cipó Vivien javára. Hát kedves hölgyeim és uraim, azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen állás még a két hölgy mérkőzésén soha. Hogy Vivien két leggel vezessen, és ráadásul úgy, hogy 6-4-tel már csak egy kellene neki ahhoz, hogy befejezze ezt a mérkőzést. És Veronika nem kezdi jól a saját legjét. 43 volt mindössze a nyitás. És nézzük, hogy Vivien tud-e reagálni szektorhiba nélkül. 60-as volt a dobás, és ott már jön a tripla. És jön a második is. 140. Nagyon szép 140-es, ez a harmadik volt Veronika részéről. Ugye az ő neve mellett van egy 180 is, illetve 10-100 fölötti dobás. Viviennek 180 nincsen, viszont van 6 darab 140-e, és 9 darab 100 pluszosa. Nagyon szép játékot mutatnak most, függetlenül ettől a 26-os dobástól, amit Veronika prezentált nekünk. Nagyon szép játékot mutat mindkét játékos. Tényleg csak szuperlatívuszokban lehet arról beszélni, amilyen színvonalat képviselnek. És tényleg annak fényében, hogy a múlt héten a két hölgy milyen teljesítmény nyújtott Törökországban, jó látni, hogy ez a forma ez stabil, és ezt minden körülmények között tudják hozni. Úgyhogy én tényleg úgy gondolom, hogy csak idő kérdése, és a nemzetközi női mezőnyben komolyabb eredményeket is képesek lesznek majd a lányok elérni.
57-es? Mert ugye tudjuk, hogy a legnagyobb siker az lenne, hogyha végre lenne magyar résztvevője a Lakeside női világbajnokságnak. Meglátjuk. Bízunk a legjobbakban. Ha ezt a szintet hozzák a lányok a továbbiakban is, akkor tényleg azt kell mondjam, hogy csak idő kérdése. 58-as dobása, 136 pontja marad Veronikának. Vivian pedig 175-től jön lefelé. Ez két szimpla. Hát ebben a szállásban szerintem le kellene váltani 19-re, így van, úgy látom ő is így döntött. Így van. 116 pontja marad. 20 pont az eltérés, viszont egyel több tripla kellett volna. 136-hoz. 60 a dobás, marad a 76, na nézzük Vivian, 116, nem megoldhatatlan a kiszálló. Így viszont már nem lesz meg, mert az egy egyesbe kerül, tehát az pedig a tripla 5-ben, úgyhogy kereken 100 pont marad. Egy tripla 20. Így van, marad a 40 pont. És nézzük, Veronika 76, nagyon szorongatott helyzetben. 16, és a dupla 20 meg tudja jelenteni a saját kezdését. Alatta van! Viviennek mérkőzés nyila van Ihály Szverával szemben. Ilyenre még soha nem volt példa. Azt nagyon lejtette. Dupla 10. És az pedig belül van, 30 pont a dobás, marad a dupla 5. Veronikának pedig a dupla 10. Hú, micsoda izgalmak. És megvan második nyíllal. Egy 26 nyilas reggel tudta Veronika megmenteni a saját kezdését. 6-5 ezzel az állás, viszont Vivian van most pálya előnyben. Nagyon jó kezdés a 60 ebben az esetben, szektorhiba nélkül. Az átcsúszott a tripla 1-esbe, az pedig a szín kicsi 5-ösbe, ha jól látom. 28. Így van, 28 a dobás. Sajnos nincsen előttem a táblázatom, amiből meg tudnám azt mondani, hogy mikor volt arra utoljára példa, hogy Ihász Veronikát a Magyar Nemzeti Bajnokság keretei között bárki le tudta volna győzni. Nem tegnap történt annyi szent. De korai még erről beszélni. Hiszen addig, amíg az utolsó dupla nincsen a táblában, addig nincsen vége a mérkőzésnek. Ez egy jó kis közhely volt. De ez tényleg igaz, ezt higgyék el nekem. Konkrétan a múlt heti világkupán Vörösházi György és Neumayer Kitti az ifjúsági mix párosban bizonyított. Miközben Veronika a mérkőzés második 180-át is oda tudta verni. Hát Vörösházi György és Neumayer Kitti bizonyította a mix páros csoportkörének az utolsó mérkőzését, játszották a dánok ellen. És 3-0-ra vezettek a dánok, és mérkőzésnyiuk volt, nem éltek vele, és onnan tudták Gyurikáik megfordítani, és 4-3-ra legyőzni a dánokat, amivel végül kijutottak a csoportból. Úgyhogy közhelynek közhely, de nagy igazság, az utolsó dupláig minden nyílt. 59-es dobással Vivian lejött 156-os kiszállóra, viszont Veronika hátsó pályáról előbb tud rá próbálni a kiszállóra. 86 pontja van. Már csak 68. Na nézzük, 156. Ki kell állni a dobásból. Nem lehet rá rendesen mondani a tripla 20-ra. Szép egy csokor vannak a nyilai, marad a 96. Veronika 68, megvan a tripla 20. Dupla 4. És megvan! Kiegyenlít Ihász Veronika, visszahozta, hát tényleg a halál torkából mentette meg ezt a mérkőzést, és döntőleg következik, úgyhogy búra dobnak a hölgyek a kezdés jogának eldöntéséért. Veronika rá is legyint. Ez nagyon kívül van. Úgyhogy nézzük Vivian. Az pedig a 25-ösben, úgyhogy Vivian kezdi a döntőleget. Nézzük, hogy kinek fog szerencsét jelenteni a 13. legés. Jön is a biztatás a közönségtől.
43? Nem sikerült jól a váltás, 43-as a kezdés. Ott van a válasz. És jön a tripla a következő körben, jön a tripla. A szektorhiba. De sikerül korrigálni, 121-es! Oké, nem túlzok. Tisztelt hölgyeim és uraim, ha azt mondom, hogy olyan szinten érezni lehet itt a feszültséget, hogy várni lehetne szabályosan a levegőt. És 140! Csak 60 a válasz. Vivien már 200 pont alatt van. És jön a tripla, jön a tripla! Az átcsúszott az ötösbe. Az pedig a 12-esbe. Mondjuk az, hogy kerekített 120-ra. És akkor ezzel megmentettük ezt a kört. Veronika pedig még 300 fölött van, hatalmas esélyt Cipó Vivien előtt, hogy életében először a Steel Nemzeti Bajnokság keretében legyőzze Ihász Veronikát. Nem akármilyen befejezése lenne ez a 2015-ös egyéni versenyévadnak. 40 pont. Megnyugtató az előny, úgyhogy még ez is belefér jelen pillanatban. És nincsen tripla, nincsen tripla, nincsen tripla Ihász Veronikánál, 264 pontja van. Vivien pedig ebben a körben már rádobhat ismételten a győzelemre, már csak a dupla 20 van neki. És alatta van! Marad a 20 pont, de még biztosan van 3 nyila. És természetesen ilyenkor a rutin megmozdul, két tripla 20. A harmadikat a szférre rántott, a 121, 143 pontja marad, de nézzük Vivient. Az nagyon jó jelölő nyila, csak arra rá kell játszani, és akkor az benne lehet. Na még egy kicsit, na még egy kicsit. Az utolsó az nagyon csúnyán elszállt a 15-ösbe, úgyhogy 5 pontja maradt Viviennek. És Veronika nagyon jól presszionál egy 100-assal, 43 pontja maradt. Megvan az egyes kerekítő és a dupla kettő. Megvan! Megvan, csodálatos mérkőzésen! Cipó Vivien életében először legyőzi a regnáló magyar bajnokot, Ihász Veronikát, egy fantasztikus mérkőzésen. Le a kalappal már két hölgy előtt. Én azt hiszem, hogy minden tekintetben elégedettek lehetők a látottakkal. Egy csodálatos lezárása ez a 2015-ös női egyéni versenyévadnak. És hát nem véletlenül szól a vastaps. Egy rövid szünet után folytatjuk a férfi döntővel. Ne menjenek sehova, maradjanak velünk!